Televízió híradóját látják, a műsorvezető Fábián Hellé. A híradó nézőit is köszöntöm, mutatjuk mai témáinkat röviden egy-egy mondatban. Ultramodern hőközpontot adtak át Esztelneken. Jogvédők voltak Kézdivásárhely vendégei. Johann Tájerling az Erdélyi Magyar Néppárt polgármester jelöltje. Bírságoltak a Székely Szabadság napján. Spanyolországi önkéntesek érkeztek városunkba. Most pedig nézzük részletesen. Norvég alapból a sepsiszentgyörgyi zöld klaszter kezdeményezésére megújuló energiával működő hőközpontot adtak át Esztelneken. A több mint 200 ezer eurós beruházás modellértékű háromszéken. Közel 100 meghívott jelenlétében mutatták be Nagy Mózes szülőfalujában azt a beruházást, aminek köszönhetően megújuló energiával több középületet tudnak kifűteni. Az átadáson több előadó ismertette az energiafűzben és általában a biomasszában rejlő lehetőségeket, amik gyakorlatilag egyszerű választ kínálnak az egyre energiaéhesebb világ gondjaira. A helyi előjáró szerint a programba nyomósok miatt kerültek be. A programba valószínű azért lettünk kiválasztva, mert a Green Energy Egyesületnek alapító tagjai volt a község, és a kevesek közé tartoztunk, akik az alapító tagként mind községre részt vettünk. A támogatást egy norvég alapból kaptuk. Egy aprítógépe, 3 hektár energiafűz ültetvénynek a költsége, tehát a telepítési és az utó költségei, és a kazán költségei tartalmazza ez a projekt. A mi hozzájárulásunk a kazánháza épületének az építése volt. Ezzel a rendszerrel fűtjük a polgármesteri hivatal épületét, a művelődési háztermét, az ifjúsági klubot és az Angusztia Egyesület székhelyét. A 3 hektár telepítése természetesen a nagyon gyenge minőségű területre történt, ami még kaszálónak sem volt jó. A jelenlevők megtekintették a kazánházat, ami egyébként teljesen automata, és érdekessége, hogy a legapróbb fémlemeztől a vezérlő automatikáig egy sepsiszentgyörgyi vállalkozás készítette. Ezt követően a Kézdi Szentkereszti Domokos Árpád erőgépeivel demonstrációt tartott, hogy miként készül a kazánházhoz szükséges fűzszecska, ami olcsó és megújuló alternatívát jelent a tűzifával, vagy éppen a földgázzal szemben. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő és Gaudi Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédőszolgálat ügyvezetője tartott fórumot Kézdivásárhelyen március 16-án. A magyarországi jogvédők a Beke ügyben is szót emeltek. A Vigadó Művelődési Ház nagy termében mintegy 100 érdeklődő részvételével zajlott az a találkozó, amelyet a Nemzeti Jogvédőszolgálat szervezett. Ez a delegáció erdélyi körútra indult, ahol nemzetközi szinten is ismert jogászok, szakértők, média szakemberek próbálnak fényt deríteni arra, hogy melyek azok a jogsértések, amelyekkel az erdélyi magyarság nap mint nap szembesül. Morvai Krisztina Magyarország független európai parlamenti képviselője több alkalommal is szót emelt az európai törvényhozásban a székelység érdekében, majd a Beke ügyben is, kiemelve, hogy súlyos emberi jogokat sértenek meg azzal, hogy Beke István és Szőcs Zoltán bizonyítékok nélkül már negyedik, illetve harmadik hónapja előzetes letartóztatásban vannak. A korábban büntetőjogászként tevékenykedő parlamenti képviselő azt is kiemelte, hogy nem feltétlenül a román hatóságok követnek el jogsértéseket, hanem azt tapasztalták addigi körútjuk során, hogy a magyarság sem él minden esetben azokkal a nyelvi jogaival, amelyeket a törvény biztosít számukra. Nem lehet ezeket a dolgokat a szőnyeg alá söpörni, mert akkor így is marad. Tehát 25 éve, vagy 30, vagy nem tudom, ugye apuka halála óta, meg a szocializmus összeomlása, a kommunizmus összeomlása óta söpörjük folyamatosan a szőnyeg alá ezeket. Gaudi Nagy Tamás ügyvéd beszéde elején kiemelte, hogy Bekék hősök, és nem a román állam, hanem a székelység fog ebből az ügyből győztesen kijutni,
Továbbá a több európai államban jól működő autonómia formákra hívta fel a hallgatóság figyelmét, amitől az illető állam sokszínűbb és gazdagabb lett. A jogvédő misszió március 19-ig tart, és ezt követően emberi jogi jelentést és tényfeltáró dokumentumfilmet készítenek az erdélyi tapasztalataikról. Az Erdélyi Magyar Néppárt Kézdivásárhelyi székházában sajtótájékoztatón mutatkozott be a párt polgármester jelöltje. Ezen a helyhatósági választáson is Johann Tájerling indul a párt színeiben a város vezetői tisztségéért. Néhány nappal ezelőtt Tóróti Tibor, a párt országos stratégiai alelnöke már bejelentette, hogy Kézdivásárhelyen Johann Tájerling indul a polgármesteri székért. Szerdán délután a párt megyei és helyi elnöksége mégis ragaszkodott ahhoz, hogy sajtótájékoztatón azt még egyszer megismételje. A párt megyei elnöke elmondta, hogy egy közvéleménykutatás nyomán hoztak döntést, a jelöltek között Iés Botond és az ő neve is szerepelt, de mivel Tájerling kapta a legtöbb szavazatot, ezért őt támogatják. Ugye a név rögtön egy németre utal, egy nem idevalósi emberre, de én idevalósi vagyok, idevalósinak tartom magamat, és mint idevalósi Kézdivásárhelyi lakós, félig székely, akarom megmérettetni magamat ezen a választáson. Én amúgy is fontosnak tartom, hogy tekintsük meg, amielőtt valakire leadjuk szavazatunkat, akkor valakit megválasztunk, hogy ki az az ember. Mert nem az alapján lehet egy embert vagy jelöltet megítélni, hogy mit ígér, mert ígérni egyszerűen lehet, az ígéreteket olcsón lehet osztogatni. Hanem az alapján, hogy ki ő, mit tett, mit csinált a múltba, honnan jön. A polgármester jelölt megvalósításai között említette a családi örökség részeként számon tartott csiszárfürdői hidegmedencék felújítására tett próbálkozásokat, nagyszülei egyik felújított házában ingyenesen használható rendezvénytermet alakított ki. 2 évvel ezelőtt létrehozta a Csiszár Dénes faipari tanműhelyt, ahol díjmentesen a népi fafaragást lehet elsajátítani. 2012-től az Erdélyi Magyar Néppárt színeiben önkormányzati képviselőként tevékenykedik, tavaly óta a párt országos alelnöke. Kiemelte, hogy az általuk törvénytelennek tartott fizetéses parkolási rendszer megszüntetése neki és párttársainak köszönhető, velük együtt igazi ellenzéki tevékenységet folytatott a Kézdivásárhelyi Önkormányzati Tanácsban. Több mint 80 személyt bírságolt meg a csendőrség Marosvásárhelyi mobilegysége a március 10-i Székely Szabadságnapja autonómia tüntetésért és felvonulásért. A büntetések összértéke meghaladja a 70 ezer lejt. Bár különösebb rendbontások nélkül zajlott le, a Székely Szabadságnapja rendezvényért a nagy számban kirót bírság annak tudható be, hogy a résztvevők engedély nélkül vonultak a főtérre a prefektusi hivatal elé. Ezt a csendőrség Marosvásárhelyi mobilegységének a szóvivője nyilatkozta híradónknak. Ciprián Kölusér szerint a szervezőknek kötelességük lett volna bejelenteni, illetve iktatni a felvonulásra vonatkozó dokumentumot a csendőrségnél is. Mivel ez nem történt meg, a bírságok sem maradtak el. A saját kameráinkkal készített felvételek alapján törvényszegésért bírságoltunk. Itt az 1991-es 60-as számú törvényről beszélünk, amely a gyülekezést szabályozza, ennek megsértéséért 50 bírságot rottunk ki, 61 ezer leértékben. De bírságoltunk 34 esetben is, 9800 leértékben, az 1991-es évi 61-es számú, a társadalmi együttélésre vonatkozó törvény megszegéséért. Emellett a csendőrség tetten ért egy résztvevőt, aki a zsebkésével faragta le a zászlórudja hegyesnek vélt végét. Ellene bűnügyi eljárást indítottak és átadták a rendőrségnek, tette hozzá a szóvivő. A Zöld Nap Egyesület csütörtökön mutatta be újabb önkénteseit, és beszámoltak azokról a programokról is, amelyeket a következő hónapokban tartanak. Ez az Egyesület 4. európai önkéntes szolgálat projektje, és a Mozogjunk nevet kapta, céljuk pedig felhívni a figyelmet az egészséges életmódra és az egészség megőrzésre. Első alkalommal érkezett fiú önkéntes a Zöld Nap Egyesülethez, bár a kézdivásárhelyiek által meghirdetett projektek iránt nagy az érdeklődés a programban résztvevő fiatalok körében.
Eddig 8 önkéntes volt már városunkban, most 2-en érkeztek Spanyolországból, és még várnak egy örménylányt, aki a vízum miatt késik. A 31 önkéntes kiválasztása közül már annyian jelentkeztek erre a projektre. Nagyon fontos volt az, hogy olyan embereket válaszunk ki, amelynek a tudása, tapasztalatja, vagy éppen a tenni akarása, az ezt a témát, ezt körül fogja ölelni. Az idei projektünknek a címe a Mozogjunk, a Let's Move, tehát most a zöld témákat jobban fogjuk, ugye eddig is rengeteg sporttevékenységben vettünk részt és szerveztünk és segítettünk, konkrétan a sportiroda vagy éppen bármilyen más háromszéki egyesülettel, és ezeket szeretnénk az idén jobban kiterjeszteni és jobban jobb hangsúlyt fektetni rá. Ezeket a programokat fogják ők is kidolgozni. Ezen kívül az eddig elkezdett projektekben fognak segíteni, ugye, tehát van a Manna otthonban tevékenységeink heti egy alkalommal, van akkor a Kézikőváron a zöldnapiskolánk, van akkor ezen kívül az olyan fajta programaink, amikor a nemzeti estek lesznek, lesz szintén spanyol nyelvest, ha megjön az örmény önkéntesünk, akkor lesz orosz nyelvtanfolyam is. Az egy éven át itt tartózkodó fiatalok Spanyolország különböző vidékeiről érkeztek, de közös bennük az, hogy mindketten környezetvédelmet tanultak, és nagyon szeretik a szabadtéri foglalkozásokat. Spain. I have studied environmental science, so I love nature, and I think to stay here like a volunteer. Azért jöttem ide, mert meggyőződésem, hogy a nevelés ez egy fontos pillérje annak, hogy a gyerekeinket környezettudatosan tudjuk nevelni, és ugyanakkor Kézdivásárhelyen a Kárpátok szívében megismerni ezt a régiót. I'm here because I want to develop my skills in environment, because I studied environment science in Salamanca. Azért jöttem a Zöld Naphoz, mert szeretem a természetet, és szeretnék minél többet megtudni róla, és megismerni új kultúrákat, megismerni a vidéket. A Zöld Naposok a helyi sportirodával együttműködve szervezik még idén is a hagyományos kerékpáros tevékenységeket, ugyanakkor a projekt keretén belül nagyobb hangsúlyt fektetnek a mozgó délutánok rendezvénysorozatra, a szaladás és az asztali teniszezés népszerűsítésére is. Különös figyelmet fordítanak az Európai Önkéntes Szolgálat és a különböző ifjúsági cserék által kínált lehetőségek népszerűsítésére, hiszen a felső háromszéki fiatalok részére is nyitott ez a program, bárki önkénteskedhet valamelyik európai országban. Kedves nézők, Önök a hét utolsó híradóját látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a Názáret üzlet biztosította. Napsütés és enyhe szél köszöntött ma városunkra, és azt is hihettük volna, hogy itt a hamisítatlan tavasz, a hőmérők higanyszálai azonban nem emelkedtek 9 Celsius fok fölé. Délutánra a felhők is megjelentek, és már ezek jellemezték az eget. Adásunkkal egy időben 6-7 fokot mutatnak a hőmérők higanyszálai, és az előttünk álló éjszaka folyamán is fokozatosan esik a hőmérséklet, hajnalra már 0-1 Celsius fokig is lehűl. Szombaton rendkívül változatos időjárásra számíthatunk, kora reggel a sűrű felhőkből csapadék is kialakulhat, fagyos szitáló esőt jósolnak a meteorológusok, délutánra azonban már csak enyhe esőre van kilátás, és a nap is megmutatja magát, 5-6 Celsius fokos legmagasabb értékeket mérhetünk. Szombaton éjszaka újra visszatérnek a fagypont alatti értékek, vasárnap hajnalra már -6 Celsius fokig is lehűlhet az idő, sűrű felhőkre van kilátás vasárnap hajnalban is, a nap folyamán többnyire felhős időre számíthatunk viszonylag alacsony hőmérsékleti értékekkel. Adásunk támogatója a Názáret ruhaüzlet és a Bonanza bútorüzlet. Frettoni. Kültéri, beltéri árnyékolás technika és kiegészítők. Több száz megoldás és színárnyalat. Textilrollók, római rollók, tetőtéri rollók, sávrollók, roletták, reluxák, szallagfüggönyök, lapfüggönyök, plisszék, sötétítők és drapériák, tapéták, szúnyoghálók, külső alumínium és PVC redőnyök. Bemutató üzlet Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 4 szám.
Telefonszámunk 0722 130 130. Hívjon bármikor. Házhoz megyünk bárhol a megyében. Prettoni. Méretre szabva. Minden erről szól. Légy önmagad, szórakozz, éld az életet, mindent szeress magadon, és mutasd is ezt meg. Valley of Trousers márkaboltunkban klasszikus nadrágokat, alkalmi és farmer, női-férfi nadrágokat találsz. Keresd minket minden nap kézdivásárhelyen, a Bem József út 65 szám alatt, a Vadrózsa vendéglővel szemben. Valley of Trousers. Feel your look. Ne hagyja, hogy élete fontos eseményei a semmibe vesszenek. Vadrózsák vendéglő. Élvezze a hazai ízeket kellemes környezetben. Esküvők, találkozók és egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása. Vadrózsák vendéglő. Címünk Kézdivásárhely, Bem József út 63 szám, az Oroszfalvi kijáratnál. Vadrózsák vendéglő. Minden alkalomnak megadjuk a módját. Mi az, hogy? Amikor Chuck Norris szitjárt kézdin, az autóját csak gőzéig tudták lemosni. Na mit szólsz? Irány Kézdivásárhely legjobb autómosójába, a Győző Autómosóba. Nem csak a legjobb, amíg gépkocsia szépül, elfogyaszthat egy forró kávét is. Győző Autómosó. Megtalál bennünket hétfőtől szombatig 8 és 19 óra között Kézdivásárhelyen, a Tóriai út 5 szám alatt. Győző Autómosó. Legyőzi az útporát.